Szörény utca, 8. kerület. Eredetileg kerepesdűlő, ezt a nevet még 1900-ban szerezte, merőleges a Hungária körútra, a Százados út 6 és a Hungária körút 40 között húzódik. A csöndtől, már amennyire van csöndes hely Budapesten, az alig viselhető dübörgésig. 5 éve költöztünk ide, de még soha nem laktam ennyire izgalmas helyen. Házunk ablakából, nyugalmas életemből állandó nyüzsgésre, tülekedő, izgatott mozgásra látok, a régi fák és régi épületek közül a szemmel láthatóan változó városra. Divatos szóval panorámás lakásnak hívják az ilyet, de ha panorámának számít, az első emeleti kilátás a főutakra. Egy nemrégen rútul megcsonkolt öreg akácfára, az alkonyatkor narancsszínben tündöklő vedletbérházakra és a tágas, a lenti autóforgalom sebességével változó szeles égre. Szeretek itt élni. Nagyon sokat írtam, írok erről az egyébként nem túl költői környékről. Induljunk innen a Népstadion metró megállóból. Itt mindenki siet, pedig érdemes a lábunk elé nézni, az állomás padlóját borító labradorit sötétjében, mint egy-egy trópusi pillangó, kékesen színjátszó foltok csillognak, különösen takarítás után, vagy a lépcsők közein. Ahogy kijövünk, meglátjuk az új sportarénát, ilyenkor a naplemente idején szembántóan ragyog a kupolája. Az ablakból végignéztem, ahogy a régi, leégett épületet elbontják, s az újat felépítik, és közben lassan megszerettem, még az emelődarukat, a munkagépeket is. Nem is olyan régen még itt a téren egy szedetvedett bazár sor állt. Virágtól a strandpapucson át a sült halig mindent lehetett kapni, csúnya volt, kopott, málladozó, de nagyon szerettem. A bódék nélkül most tágasabb, de üresebb a tér. A mi utcánk a Szörény utca Budapest legrövidebb utcáinak egyike. A legtöbb térkép még a nevét is csak rövidítve közli, sokat mosolyogtam rajta, Szőr utca. Közvetlenül a Hungária körútról nyílik, itt szokott megfordulni a busz, és az ablakunk alatt valaki mindig parkol vagy szerel. Éjjel-nappal dübörög a forgalom. A zaj réteges, fönt a repülők zúgnak, kicsit lejjebb a közeli készenléti rendőrség helikopterei, aztán a kamionok, a villamosok, mindenféle szirénák, és végül a föld alatt a metró. Amikor ide költöztünk, úgy próbáltuk megszokni ezt az alapzajt, hogy azt képzeltük, tenger mellett lakunk, és a hullámok monoton dübörgését halljuk. Ennek ellenére az utca megőrizte múlt század elejé hangulatát. Mindössze néhány épület áll benne. A mi háztömbünk, Budapest székes főváros bérháza épült 1909-1910-es évben Bárci István polgármester építő programjának első ciklusában Ybl Lajos műépítés tervei szerint, mondja a lépcsőházban a tábla. A Szász Ferenc kereskedelmi szakközépiskola és szakiskola hasonló a régi épülete, és 2 új, de stílusában a többi házhoz idomított tornyos építmény, a Szabó Ervin könyvtár nyomdája, amely egybeépült a Szörény utcai áram átalakítóval, meg egy biztonságtechnikai cég székháza. Pillanatra megállok, és mondom, hogy most egy hatalmas irodaház van azon a telken, ami dominálja az egészet. Azt hiszem Hungária Corner a neve. Vagy Kerepesi, nem tudom. Nagyon rég nem lakom ott. A társasházunk udvarán öreg akácok állnak, van hinta meg homokozó, és az utcánk egyenesen belefut a Százados úti művésztelep kapujába. A telep közelsége fontos szempont volt abban is, hogy ide költöztünk. A kisfiammal sokat járok ebben a helyenként romantikusan elvadult, máskor viszont gyönyörűen gondozott, zölden villódzó parkba, sétaközben nagyszerűen lehet itt dolgozni. Inspiráló hely, érezni az alkotó munka levegőjét. Barátok, ismerősök sokat beszéltek a telep egykori életéről, de a mai lakókat csak a sétáink alatt ismertem meg lassanként. Ha tovább sétálnánk a Strobl-Alajos utcán, egészen meglepő házakat látnánk. Angolos sorházacskákat virágzó kiskertekkel, vagy emeletes házakat köríves ablakokkal, szecessziós díszítésekkel. A falakon zordon táblák hirdetik az átjárási tilalmat, de a lakók legtöbbször mégis barátságosak. Aztán a házunk. Nyugodt, vidékies hangulata van, tágas zöld udvara, és a 3 épület külön áll, tehát nincs körfolyósó sem. Szépek a korlátok, a faragott tetőgerendák, az ajtók, az ablakok. Jobbára kedves, idősebb emberek laknak itt, akik megörültek az udvaron ismét felhangzó gyerekzsivajnak, az ő gyerekkorukban mondják, itt még rengeteg kölyök hancúrozott. Nagyon érdekel a helytörténet, de szándékosan nem néztem utána semminek, igyekeztem inkább a szomszédaimtól megtudni, amit tudnom kell. A múlt megtalál engem. Egyszer este felé összefutottam az udvaron egy bácsival, aki szinte egyidős a házzal. Itt nőtt fel, de már csak látogatóba jött.
Sötétedésig sétáltunk, és ő mesélt. Azóta nem csak ebben az időben élek. Az ablakból kinézve régi piacot látok, ahonnan a házlakói esténként nagy kosarakban hozták haza az olcsón felvásárolt maradék árut, a Hungária körúton látom az egykori lovasparádékat, ahol színek szerint masíroztak a katonák, a házból pedig még most is hallom egy réges-régi lakó, a matuska szilveszter miatt megőzve gyűlt néhai asszony zokogását. Én jól érzem magam itt. A hely lelke nem benzinbűzből és döbögésből áll össze, hanem sokkal finomabb illatokból és hangokból. A két egyenként három-három házból álló háztömb mellett egy lombos, névtelen kis utca fut, a másik oldalt ott az óvoda kerítése, meleg időben itt a gesztenyefák alatt fürdenek a kicsik az udvari gyerekmedencében. Nyitott ablaknál a konyha felől hallani az nevetésüket. A háztömb mögött pedig a kenyérgyár, előtte öreg akácsor, koranyári estéken a sülő kenyér meleg illatába édes akácméz íz keveredik, mintha ingyen osztogatnák a mézes kenyeret. Ettől a harapni való jószaktól és a holdfényes éjeken a forgalom dübörgésében is hallatszó tücsökszótól vált számomra a környék igazán otthonossá. Most már kenyérgyár sincsen, és gödör sincsen, nagyon megváltozott a környék, és már mi sem lakunk ott. De nagyon jó emlék Józsefváros.